Oh my god. Sziasztok! Megérkeztem következő forgatási helyszínemre, ami nem más, mint a Legend Lake. Ez itt található Füzesabony mellett, egy több mint 30 hektáros kavicsbányató. Most gyorsan kipakolunk, mert látjátok, már most szemerkél az eső. Mind a három napot fog itt eltölteni, és minden napra szokás szerint ugye esőt mond. Úgyhogy gyorsan összerakom a csónakot, vízre szállok, és megnézem azokat a helyeket, amik számomra úgy gondolom, hogy ideálisak lesznek erre a három nap horgászatra. Még azt el kell mondanom, hogy ezen a vízen előttem senki nem horgászott, én vagyok itt az egyetlen, egy másik kis fiatal srác mellett, aki próbára teheti itt magát. Ez hamarosan meg fog számotokra is nyílni, úgyhogy tartsatok velünk a film során. Egy dolgot el szeretnék mondani, hogy a film közepén lesz ismét egy nyereményjátékunk, egy szavas megoldást fogunk várni. Nagyon fontos, hogy a YouTube csatornánk alatt kommentbe írjátok meg a megfejtést, illetve csak akkor ér a szavazatot, ha fel is iratkoztatok. Hogy mit is lehet valójában nyerni? Az nem más, mint a Fox hűtőtáskánk. Ugye nyár révén, meleg lévén ugye két hűtőaksit beraktok, és akár egy napig is eltárolhatjátok romlandó élelmiszereteket, akár italotokat, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani. Úgyhogy tovább nem is ragoznám, én már nagyon várom, hogy kezdődjön a horgászat, úgyhogy tartsatok velünk! Ugye első benyomásra nagyon szimpatikus nekem ez a víz, és most, hogy a helynek az adottságaival nem szemben látható közel 200 méteren egy sziget, annak az első részét biztos, hogy meg fogom majd horgászni, attól függ, hogy a radarkép mit mutat, és mivel ugye erős északi szelet fog mondani délutántól, van egy olyan gondolatom, hogy be fogja erre tolni a halat, a másik része az biztos az a nyugodt nádas előtti rész lesz. A harmadik botomat meg próbálom elhelyezni egy olyan helyre, ahol nem található markáns törés semmi, ilyen focipálya jellegű helyet próbálok keresni, egy ilyen 10-20 négyzetméteres, és oda lerakni, mert úgy gondolom, hogy ezek a helyek úgy szoktak működni kavicsbányán, remélem, hogy itt is sikeres leszek. Két hambi ebéd az kész, nem? Aha, szerintem az jó. Ez a lángos is jól néz ki. Töltött lángos. Üdít mentő mellénybe. Ugye Kristóf barátom meg kintről már megküldték az előke zsinór termékmintáinkat. Most ezek között szemezgetek, hogy melyik lesz majd az, ami ismét ugye közele fog állni a szívemhez. Eddig ugye reflex kamos zsinórunkat preferáltam nagyon. Úgy látom, hogy itt is lesz olyan, ami a szívem csüske lesz. 25 libra, jó? 35. Persze az amalgán fotóz ki a számba. Köszönöm.
my god! Lesz hívja? A bányatovi füstölős ponykapás. Az. Ámadta. Nem mondod. Jó, hogy láttátok, iszonyatos erői kapásra emeltem már, nem is emeltem már, csak felvettem a botot. Gyors beugrottunk a csónakba, szinte 5 másodperc alatt. És főúttal éreztem bele az út, a zsinórom olyan iszonyatos erővel húzta a hal. Hiába van fel 30 méter előtt egy zsinórom. Sajnos kagylóparokon keresztül húzta, nem is erőltettem direkt ilyen, hogy nem feszítem a zsinót. Tehát nem mindig mi győzünk. Az első halvesztésem megtörtént. Ideges vagyok. Mit ír a széleső nélkül? Nem tisztettem. Valamit láttam. Ahogy láthattátok, húzós kapásra ugrottunk gyorsan csónakba. Szerencsémre most időben a hal fölé értünk, így nem vágt el a zsinóromat. Annyit változtattam, hogy hosszabb előtét zsinót raktam fel, ezt nektek is ajánlom, olyan kagylós pályán horgáztok. Úgyhogy amint láthatjátok, ismét egy érintetlen tövessel hozott össze a sorsa az este folyamán. Bízom abban, hogy sikerül átlépnem azt a 20 kilós államhatárt, amit kitűztünk. És se vagyok elégedetlen, ugye meg 2-17 kg körüli pontot már sikerült szágba terelni. Dr. György, rendel! Ahogy látjátok, eljöttünk horgászni, és ismét viszontagságos az időjárás. Ilyenkor úgy gondolom, hogy felbecsülhetetlen értékkel bír egy ilyen faház. Sokan gondoljátok, hogy ez egy luxus körülmények között lezajlott horgászat. Nem, de ilyenkor valóban értékeljük azt, hogy nem a kicsi sátrunkba kell guborogni egész éjszaka, úgyhogy úgy gondolom, hogy van létjogosultsága ezeknek a faházaknak. Most így vagyunk Eger közelében, felvennem a török akcentust. Jumurdzsák. Jumurdzsák lenni, vegyek egeri várt elfoglalni.
iszonyatos húzós kapásra ugrottunk be a csónakba gyorsan. Minden másodperc számít, mert kagylópadok között horgászunk, és pillanatok alatt elvágja az előtérzsinórunkat és a kagyló. Most sikerült megszálkolnom sikeresen egy ilyen 15 kg feletti tőpontot. Nagyon boldog vagyok, mert egyetlen egy botom működik. Úgy néz ki, hogy sikerült megtalálnom a vonulási útvonalukat, és egyre nő a súlyuknak a mérete és a halaknak. Úgyhogy gyorsan lerakom a szerelékemet, és meglátjuk meg az egy napon, hogy mi fog történni. Szia, baba! Ezt kell csinálni velem? Hát nem hiszem. Yeah. Jó, hogy nem jött ki mellé. Ugye visszaengedtük a halat, gyorsan le is rakom a csalit vissza, ahonnét elhúzta. Egyrészt kímélem az akkumulátort, illetve magamat is időspórról kezdel meg. Meg hibátlan a csali, nem kell ugye lecserélnem, hogy csak szórok mellé pár szemet. Meg amint látni fogjátok, rendkívül változatos a meder viszony. És most horgászom itt először egy új vízzel, főleg egy kavicsbányára. Úgy gondoltam, hogy 3 nap azért kevés, hogy megismerjük, de most már a második nap kezd körvonalazódni, hol is vonulnak el a halak. Ugye a baloldali botom az rendkívül jól működik, egész nap erről vannak a kapások, nő most már a súlyuk is a halaknak, úgyhogy nem kell itt. Van ezen a tavon ugye 5 méteres, 6 méteres, 8, akár 10 méteres víz is, egészen feljön 1 méter 20 cm-ig, mégis én itt a két napos szélek köszönhet a parti részen találtam egy ilyen 3 méter, 3,5 méteres vízmélységet, ahol egy ilyen 30-40 méteres kis gerinc vonul végig egy 10 méteren keresztül. Na, én amellé rakom le a szerelékemet, és rendkívül jól reagálnak rá a halak, úgy gondolom, hogy itt vonulnak el, illetve még ez a erős északi szél még rásegít pluszba arra, hogy ide is tolja a halakat, úgyhogy itt más nincs, energiával kell bírni, és előbb-utóbb úgy gondolom, be fog ugrani egy igazi nagy testű hal is. Ugye 17,5 kg-ig már sikerült fognom, de a 20 kg feletti a cél, mint minden túrámon. Azt gondolom, hogy két nap alatt, vagy másfél nap alatt, ami hal itt jött meg, amit elértem, az nem mondható rossznak, de én akkor leszek elégedett igazán, ha sikerül fognom egy igazi nagy halat. Ugye a csali gyanánt, amit megemlítenék, ugye a májas ízesítésű bojlik itt kavicsbányán frontba, nagyon jól működnek, én is lecseréltem tegnap délután, ugye a frontnak köszönhetően, és nagyon jó visszajelzés, hogy tényleg szinte csak erre van most kapás, úgyhogy próbáljátok majd itt is ezeket a májas jellegű dolgokat így front idején, mert tényleg nagyon jól működnek. Egy szempopáppal ugye kikönnyítve, amit én nagyon szeretek hóemberként, 24-16-ba, ki van balanszírozva, a mellészéve az etetésünknek a hal, akkor is rögtön a szájba fog kerülni a felcsalizott hórgunk. Ide, itt ez a rész. És tényleg ennyi múlik. Jaj, tesó! Kapás van. Ó, bakki. De szép. Akkor befáraszta azt és elhúzza. Ezért kell, hogy a levő a zsebetekbe legyen. Szia.
Nyereményjátékunk megfejtéséhez a szó nem más, mint a nyenyec. Nagyon szép. Gyere, 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 gyere! Pár gondolat, hogy milyen érzelmek is vannak most bennem, így két nap, két és fél nap horgászat után, itt Füzesabony mellett horgászom most jelenleg. Egy olyan kavicsbányatavon, amit 1960-ban telepítettek először, utána egyesületi kézben volt ez a tó, most pedig magán kézben van jelenleg, és 20 éve nem horgászta senki. Amikor én meghallottam azt a hírt, hogy van lehetőségem kipróbálni magam, ezen a több mint 30 hektáros kavicsbányám, nagyon izgatottan vártam, és egy másodperc alatt igent mondtam a felkérésre. Érkezésemkor, mikor megláttam ezt a tavat, egyből megpezsdült a vérem, és még nem tudtam, hogy mi van a víz alatt, mert ugye még nem voltam csónakkal, radarra nem néztem meg, már akkor pezsgett a vérem, és tudtam, hogy ez egy olyan víz, ami az én szívemhez nagyon közel fog állni. Amikor vízre szálltam, egyszerűen hihetetlen volt az a rengeteg, szinte 10 méterenként találtam olyan spotot, helyet, amit én meghorgáztam volna, és de viszont ki kell választom azt a három helyet, amit én majd itt horgászni fogok. Nagyon érdekes már ez itt az országban, és Európa szintről beszélhetünk, hogy olyan vízen horgászhatok én először, ahol még igazán bojl is horgász nem horgászott, ez nekem ez most megadatott, nagyon-nagyon jó érzéssel töltött el, mert behúzás után az első kapásnál szinte remegő kézzel nyúltam a bothoz, mert ugye ezeken a vizeken nem tudhatjuk azt, hogy mit is rejt, milyen kincseket rejt, itt ebbe a két és fél napban megmutatkozott már az, hogy micsoda kincsek vannak ezekben a tavakban, rengeteg kagyló, törések, púpok, közben a horgászat alatt ugye jöttek a problémák, kevés a 25 méter előtt ér zsinór, rengeteg a kagylópad, elvágja a zsinort, változtatni kellett, meg kellett találni ugye a halaknak az útját, merre vonulnak el. Most az utolsó napban ugye egy botom működik csak jelenleg, sikerült megtalálnom azt a vonulási utat, ahol ugye a halak eljárnak, de visszatérve arra, hogy milyen érzések is vannak bennem, ez valami fantasztikus, hogy még vannak ilyen érintetlen kincsek, pedig most jelenleg a tónak úgy mondom csak a körülbelül a 10%-át a horgászom, egy nagyon pici részt, ugye a tónak az elején vagyunk most jelenleg. Rengeteg olyan hely van még a tavon, amit azt gondolom, hogy még lehet, hogy jobb adottságokkal rendelkezik. Úgyhogy most érzem azt magam, hogy kiváltságos vagyok, hogy én itt próbára tehettem magam. Ezt köszönöm is a jelenleg a tulajdonosoknak, hogy ez megadatott. Nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy mi fog itt történni egy vagy két év múlva, milyen kincsek, halak jönnek ki. Itt már ugye a napokban Marci barátunk, aki velünk együtt horgászik, sikerült fogni egy 26 kg feletti nagyon öreg tükörpontyot, ami azt jelenti, hogy ebben a vízben én most lemerem írni, hogy van 30 kg feletti hal is, úgyhogy ettől szép ez. Nekem ez most megadatott, én vissza fogok ide térni, illetve biztos vagyok abban, hogy nyomon fogom kísérni ennek a tónak az útját most már, hogy milyen fogások születnek, és nagyon remélem az ide érkező horgászok olyan tiszteletben fogják tartani a vizet, illetve az itt élő halakat, mint ahogy én tartottam a hét folyamán. Úgyhogy
tényleg ez a 2,5 nap nagyon fárasztó volt számomra, mert sokkal sikerült fogni fizikálisan, mentálisan, az ember ilyenkor elfáradt, hogy mit is kell csinálni, hova húzzon, stb. De nagyon sokat adott, és azt gondolom, hogy ez a nekem számomra ez a ponyhorgász a csúcsa, mikor egy érintetlen vizen, érintetlen halakkal tudok találkozni, sikeresen szágba terelni, és ugye lefotózni. Ezt majd ti is meg fogjátok látni a film során, hogy micsoda gyönyörű, csodálatos halak élnek itt. Úgyhogy az élményeimről így frissen ennyit szerettem volna megosztani veleteket. Még egy nagyon fontos dolog van számotokra, amit soha ne felejtjetek el, az pedig ez. Ugye még van egy éjszakám, ugye most már este van, de a kitűző cél, ahogy minden túrám előtt a 20 kg feletti hal megfogása, ezt most se adtam fel. Egy íz nagyon működött itt az elmúlt egy napban, ugye a frontnak köszönhetően. Most mind a három botomra ezt tettem fel, úgyhogy lapot húztam. Meglátjuk, hogy sikeres lesz ez, holnap reggel kiderül majd. Ahogy látjátok, hogy a kapás után rájöttünk egyből a halra, csónakkal. És én már felkészültem arra, hogy ha nem az a hal lesz, amit ugye partra viszek és lefotózok, akkor azonnal előkét cserélünk. Hogy itt is egy ilyen 200-210 méterre horgászom körülbelül. És rengeteg időt, energiát tudunk azzal megspórolni, erre felkészülünk, hogy minden felcsavizott előkénkből van egy a csónakba. És ahogy látjátok, gyors lecseréltem, megyek vissza a helyre, lerakom és már megyünk is ki. Ezáltal tényleg fel annyira fogunk elfáradni, meg kínéljük az aksinkat is. Most itt van lehetőség ugye tölteni, ennek akkor van nagy létjogosultság, amikor olyan helyre megyünk, ahol ugye nem tudunk akkumulátort tölteni. Amit Jamie említett a faháznak a kényelmével kapcsolatban, ahhoz én még annyit hozzáraknék, hogy én például nem bírnék ki aksitöltés nélkül ennyi napot, úgyhogy azért ez egy szuper dolog. Az a szél! Sziasztok! Ahogy látjátok, legrosszabb részéhez érkeztünk a horgászatom végén, ugye a pakolás. Szedem ki a botokat, szakadó esőbe sikerült azért összepakolni, már csak a botok maradtak benne, ugye mindig azok az utolsóak. Értékelve ezt a 2,5-3 napot, úgy gondolom, hogy soha rosszabb horgászatot. Most vagyok itt először egy, véleményem szerint egy nem egyszerű kavicsbányatavon. Ugye én vagyok az első úttörő, akit horgászatott. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy kincs lesz ugye a horgászok körébe, és felkapott hely is fog majd lenni. Nem egyszerű pálya. Sikerült azért szép halakat fognom minden nap. Az átlag súlyom az 13-14 kg volt, a túra legnagyobb egy közel 18 kg-os, úgyhogy értékelve ezt a pár napot, úgy gondolom, hogy sikeresnek mondható. Gyertek majd el ti is, és próbáljátok ki magatokat itt. Sziasztok! Ugye én csónakban szoktam bemenni, amikor frissítek akkor is, mivel hogy összeraktuk most már a csónakot, és egy szerelékünk még a vízbe volt, ahol ugye a partról kitekerem, és ugye a baloldali botomon pedig kapás nem volt rajta, de éreztem, hogy valahol el van akadva, 100%, hogy hal van rajta, hogy toldozik előttem a zsinór. Hát nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy van a zsinór másik végén. Szép csattanó lenne, ha most sikerül lezárni pont, amikor a
szereléket akarom már kivenni, megfogni a 20 kg feletti pontyot. Gyanús volt, mert be volt esve a zsinórom reggel. Ez finger egy picit. Aha. De aztán nem iszol, épp úgy csak szerintem egy picit. Jó, milyen vastag háta van, nem? Nem egy rossz van ez. Hát ez a méltó lezárás ennek a háromnapos horgászatnak. Kapás nélkül pontyot fogni. Na ugye méltó lezárás a horgászatomnak, kapás nélkül pontyot fogni. Ugye éppen a szerelékeket vettem ki, tekertem ki partra, ugye a csónak minden össze van már rakva. Reggel láttam, hogy a swingem egy picit lejjebb van, ahogy szokott, de egy csippanás nem történt. Most amikor rámeltem, hogy ki akarom tekerni a horgomat, hát meglepetés fogadott, mert ellenállásba ütköztem, egy idő után elkezdett oldalazni, és akkor már tudtam, hogy nem akadó, hanem egy hallal hozott össze a sós. Egy nagyon szép ilyen, szerintem 13-4 kilós tükörpontról van szó, aki megvárt reggelig, hogy elbúcsúzzon ő is tőlem, én is tőle, illetve a tótól, és tőletek. Sziasztok!